se csókom. Pálháza város önkormányzata szervezésében zajlott a József Attila versmondó verseny, melynek célja volt a költő 106. születésnapjáról való megemlékezés, valamint az is, hogy költészetét méltó módon életben tartsák. Hagyományainkhoz híven április 11-én ünnepeljük a költészet napját, amely egyben József Attila születési dátuma. Az elmúlt évben költői esttel tettük színesebbé ezt az estét, ezt a rendezvényt, a mai napra viszont szavaló versenyt hirdettünk iskolánk felsőtagozatos gyermekei részére. A verseny kiírása szerint a költő verseiből készülhettek a tanulók, és nagyon örülünk, hogy ilyen nagy számban jelentek meg, és nagy érdeklődést tanúsítottak a verseny kiírása iránt. A versenyt a térségi művelődési ház könyvtárában rendezték meg, melyet szakmai zsűri bírált el. Varga Endéni Magdi néni, nyugdíjas pedagógus, ő a Pálházi Általános Iskolában 23 évig tanított. Palotai Istvánné Jolika, ő a Nők a Hegyközért Egyesület elnöke. Őre azért esett a választásunk, mert minden pálházi rendezvényünkön szavalatával színesíti meg a rendezvényt. A verseny résztvevői szabadon választhattak verset a neves költő műveiből. József Attila, Szeretném, ha vadalma felennék című verset választottam. Ez József Attila vágyait fejezi ki, ugye mert nagyon szegény körülmények közt nőtt fel, és nagyon szomorú volt a gyerekkora. József Attila anyám a címe. Leginkább azért választottam ezt, mert azt sugallja, hogy ez az anyuka mindent megtett a gyerekeiért, és szereti őket. Engem is nagyon szeret az anyukám, meg úgy az apukám is, és közel áll hozzám ez a vers nagyon. Az első három helyezett tárgyutalommal részesült.